Folyamatosan kerülnek elő a szilveszterkor eltűnt kutyák, de sokukat még mindig keresik. 2022 utolsó éjszakája az elmúlt évekhez képest nyugodtabb, a kutyások számára elviselhetőbb volt Székesfehérváron. Azon az egy éjszakán mindenki meg tudja oldani a kutya elzárását, a baj akkor van, amikor már előtte és még utána lövöldöznek. Kutyák sem kerültek olyan nagy számban az utcára, ez Székesfehérváron is abszolút jellemző volt, és aki utcára került, annak volt mikrocsipje. Tehát akiket mi befogtunk, nem volt, csak három kutyát fogtunk be, ők haza is mentek. A vidék az viszont így a héten elindult befelé, és hát a vidékről beérkező állományba nincs mikrocsip, továbbra sem. Még az ünnep előtt az Aska felhívta a figyelmet egy egyszerűen alkalmazható, hatásos nyugtató kötésre. Sokan kipróbálták a módszert, ezt akár a vihartól félő kutyáknál is lehet használni. Így a nyakánál átkötjük a csomót pocakon, és itt a tetején pedig kötünk egy masnit. Egy, amire nagyon kell figyelni, hogy ezt negyed óra múlva le kell venni ezt a csomót, de onnantól kezdve egy jó egy óra, másfél órán keresztül mégis van hatása. Tőlem senki ne kérdezze meg, hogy miért, de működik, tehát én a saját kutyáimon is tapasztalom. És mondjuk, ha most az ilyet Drazsin, aki életében nem volt még póráz, és látszik, hogy remeg és reszket, rajta hagyjuk egy negyed órán keresztül, akkor ő is ugyanígy le fog higgadni és le fog nyugodni. Tulajdonképpen egy ilyen ölelési jellegű dolgot imitál ez a csomó. A menhely vezető azt mondja, az elveszett kutyák kapcsán akkor kell igazán aggódnia a gazdának, ha 3 hét után sem kerül elő a kutyája. Azt javasolja, hogy akinek még nem ért haza a kutyusa, folyamatosan plakátoljon, fényképet is megosztva keresse a közösségi oldalakon. Ami nagyon fontos, hogy be kell jelenteni az állatorvosnál, hogy mikrocsippel rendelkező állat szilveszter éjjel előtte-utána elveszett és keresi a gazdája. Az Aska honlapján egyébként meg lehet nézni a megtalált kutyákat, hát ha köztük van a keresett kiskedvenc.